Mai műsorunkban Varga Krisztiánnal, a Kapuvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjével készített el beszélgetésünket láthatják. A rendőr alezredes felhívta a figyelmet, Belet környékén nincs kijelölt fürdőhely. Csak a Kapuvári strand alkalmas a nyári időtöltésre. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a város környékén található folyókat és bányatavakat. Így van, itt a nyári szünet. Ilyenkor természetéből adódóan ugye a gyerekek is felszabadultabbak, úgyhogy megkezdődik nekik a nyári szünet, kicsit könnyelmükbek is, érdemes odafigyelni rájuk, hiszen a nyáron bár kétségkívül a leggyakoribb veszélytényező az, ha az ember leég, de nem az egyetlen és nem a legnagyobb veszélytényező. Ilyenkor a gyerekek kerékpárra kapnak, többet kerékpároznak, több a szabad idejük, ebből adódóan a szülőknek is felelősségük van a kérdéskörben, mégpedig az, hogy ezeket a kerékpárokat ildomos átnézni a szezon kezdetén, ne legyen balesetveszélyes, ne legyen úgymond leharcolt, át kell nézni a világító berendezéseket rajta, hogyha esetleg sötétbe kerékpároznak. Mindenképpen szót kell ejteni arról is, hogy lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok között kötelező a jóláthatósági mellény viselése, ezt hordani kell. Mindettől függetlenül, hogy csak ebben az esetben kötelező, azért közlekedés biztonsági szempontból viszont javasolt az, hogy akár nappal is adjuk rá a gyermekre, hordjuk magunk is, hogyha kerékpározunk, akár lakott területen kívül vagy belül közlekedünk, hiszen a látni és látszani elv alapján, ha jobban látszunk, kisebb a balesetveszély. Amit még javasolni tudok, az, hogy esetleg egy bukósisakot, egy ilyen kerékpáros bukósisakot a gyereknek beszerezni, hiszen hogyha esetleg elesik, vagy valamilyen baleset éri, azért egy ilyen védőfelszerelés nagyon sokat tud segíteni a baj megelőzésében. Ugye itt akár Kapuvárt nézzük, Kapuvár környékét, Beledet, város, település, oda kell figyelni a forgalmi rendre és a kerékpárosoknak, hiszen ilyenkor több az autó is. Így van, nyáron megélénkül a forgalom, ilyenkor előkerülnek az autók, előkerülnek a motorok, mindenki megy szabadságra, mindenki megy pihenni. Egyrészt nagyon meleg van, ez a meleg is befolyásolja a koncentrációt, nagyobb odafigyelést igényel, illetve a mostani időjárás viszonyokat figyelembe véve hamar jöhet egy zivatar, egy nagyobb eső, ami szintén megváltoztatja a közlekedési körülményeket. Nem ugyanúgy kell közlekedni, nem ugyanúgy kell vezetni egy esős időben, mint egy száraz időben. Ha valaki ezt nem veszi figyelembe, bizony könnyen lehet baleset a vége. Ugye, ha motorokat nézzük, a nyári időszakban egyre több motor kerékpár kerül elő, nagyok is, tehát akár egy 1000-1000 köbcenti fölötti gyorsasági motorok is megjelennek itt a városba, akár itt a Rába közben. Mire hívná fel a motorosok figyelmét a közlekedésnél, hiszen ezek gyorsulnak, egy-két másodperc alatt fent vannak 100 km/h. A motorosokra is hasonló figyelemfelkeltő dolgokat tudnék elmondani, mint ahogy a kerékpárosokra, itt is nagyon fontos a motoroknak a műszaki állapota. A szezon elején általában a motorosok átnézetik a motorkerékpárjukat, ezt visszatérően meg kell tenni, szintén vannak védőfelszerelések, amiket érdemes használni, és amit még kiemelnék, az autósok, motorosok között általában szokott lenni ellentét, fölhívnám a figyelmet arra, hogy legyünk toleránsak egymással a közlekedésbe. Az autósokkal kapcsolatban ugye beszéltünk arról, hogy nyáron megyünk nyaralni, közlekedünk a városba, a településeken. Egyik legfontosabb dolog, hogy értékeket ne adjunk parkolásnál az autóba, hiszen ugye korábban már beszélgettünk róla, hogy a közlekedési viszonyok megváltoztak, odafigyelnek az emberek arra, hogy hogyan közlekednek itt a környékünkön, de néha nem szoktak odafigyelni arra, hogy különböző táskákat bent hagynak, pénztárcát, laptopot, bármit, amit ugye elvihet az a képen be akar jutni az autóba. Így van, ez nem, egyébként nem csak nyári probléma, de főként nyári probléma. Az emberek sietnek eltölteni a szabadságokat, sietnek a strandra, a kempingbe, ide-oda, és hajlamosak elfeledkezni arról, hogy bizony-bizony az autónban ott marad a hátsó ülésen, vagy akár az anyós ülésen a táska, a különböző nagyértékű elektronikai cikkek, és ez úgymond felhívás a keringőre egy autófeltörőnek, fel fogja törni az autót és el fogja vinni. Ezeket a dolgokat be kell tenni a csomagtartóba, olyan helyre, ahol nem látszik, vagy vigyük magunkkal. Tőlünk már nehezebben tudják eltulajdonítani, vigyük be a nyaralóba, zárjuk be, de semmiképpen ne hagyjuk az autóval látható helyen. Ugye én úgy tudom, ugyancsak jó tanács, hogy amikor lezárjuk központi zárral az autót, azt ellenőrzik is, hogy megtörtént. Hiszen itt az országban már volt olyan eset, amikor azt hitte az autós, hogy lezárta az autóját, mert pittyent. De viszont nem zárt le, mert a környékben volt valaki, aki ezt megakadályozta. Vannak ilyen elektronikai eszközök, amikkel ki lehet játszani ezeket az autóriasztókat. Előfordult, hogy alkalmazták, országos adatot tudok erre mondani, tehát országos szinten voltak ilyen esetek. Itt erre a környékre nem jellemző, hál' Istennek ez a problémakör, viszont létező dolog, és mindenképpen érdemes ellenőrizni azt, hogy lezáródott-e az autónk.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatban mire hívnám fel a figyelmet? A rendőrség milyen gyakorisággal van kinn az utak mellett? Tart-e kimondottan valamire ellenőrzést, mondjuk, hogy bekötötte magát az autóvezető, vagy éppen a kerékpáros megfelelő módon fel van-e szerelve? Igen, ezeket rendszeresen ellenőrizzük, mind az autósok tekintetében, akár a biztonsági berendezések meglétét, biztonsági öv használatát, kerékpárosoknál is a megfelelő közlekedést, illetve a kerékpárok felszereltségét. Vannak figyelemfelhívó programjaink, rendezvényeink, rendszeresen publikáljuk sajtóba is ezeket a dolgokat, amikre érdemes és amikre oda kell figyelni, valamint természetesen ellenőrizzük is. Ugye a strand időszakban a fürdés is megindul, csak a kapuvári strandot választják a környékbeliek, vagy itt vannak különböző bányatavak, ugye oda is azért el lehet jutni, ellenőrzik-e, hogy hol és miként lehet fürödni? Igen, ezt szintén ellenőrizzük. Amire felhívnám a figyelmet, hogy a környékbeli önkormányzatok nem jelöltek ki tavakon és folyóvizeken fürdőhelyet, tehát csak a kapuvári strand az, ahol legálisan lehet fürödni. Mindezek mellett persze biztos, hogy megpróbálkoznak páran a bányatavaink és a folyóink fürdésre való használatával. Tehát egyrészt ez szabálysértés, mivel nem kijelölt helyen fürödnek, de ami nagyobb veszély az, hogy a bányatavak hőmérsékleti vízviszonyait figyelembe véve hamar történhet olyan fürdőbaleset, ami akár halállal is végződhet, hiszen ezeknek a tavaknak a felső rétege hamarabb felmelegszik, de az alsó akár 5-10 centivel lejjebb lévő vízrétegei már nagyon hidegek. Egy görcs, egy szívmegállás, egy akármilyen egészségügyi probléma folytán bárkit érhet olyan baleset, ami sajnos szomorú véget érhet. Jobban ezért nem érdemes ezekbe a vizekbe fürödni, és még egyszer mondom, szabálysértés is egyébként. Ez mit jelent? Tehát, hogyha a rendőr mondjuk egy nem kijelölt helyen talál valakit, aki fürdik éppen, mit tehet ilyenkor rendőr? Mit tehet? Meg fogja bírságolni, vagy fel fogja jelenteni. És ez pénzbírsággal jár. Másik nagyon fontos dolog, ugye fesztiválok itt vannak, különböző falunapokat szerveznek, nagy rendezvényekről van szó, akár több ezer ember is összejöhet. Ilyenkor a rendőrség mire hívja fel a figyelmet? Egyrészt ezeket a rendezvényeket is kiemelten kezeljük, illetve ellenőrizzük. Másrészt többször előfordult már olyan eset, hogy akár egy fesztiválon, itt nagyobb fesztiválokról beszélünk országszerte, megrendezett nagyobb zenei fesztiválok, de akár egy falunapon is előfordulhat az, hogy valaki a mobiltelefonját, a bankkártyáját magával viszi, nem figyel oda rá, elveszti, vagy esetleg ellopják tőle. Tehát itt is kiemelendő az, hogy mindenképpen figyeljünk oda értékeinkre, ne hagyjunk a bankkártyánk mellett mondjuk PIN kódot, ha esetleg elvesztenénk, azzal ne tudjanak visszaélni. Figyeljünk oda a mobiltelefonunkra, olyan helyen tároljuk, ahonnan nem eshet ki, cipzáros zsebbe például, vagy övtáskába, vagy ne férjen hozzá akár olyan illetéktelen ember, aki ezt esetleg eltulajdonítaná. Ne hagyjuk kinn az asztalon, ne hagyjuk őrizetlenül, tehát mindenképpen figyeljünk oda értékeinkre. Tapasztaltak-e garázdaságot az elmúlt időszakban, vagy éppen verekedéseket ezeken a nagy rendezvényeken itt a Rába közben Kapuváron, Belet-Belet környékén? Előfordulnak ilyen események, de azt tudom mondani, hogy abszolút nem jellemző. Tehát általában a környékbeliek kulturáltan szórakoznak, és nem elsősorban úgymond a balhé kedvéért mennek el ezekre a rendezvényekre, hanem azért, hogy jól érezzék magukat. Ugye ezeken a rendezvényeken a polgárőrség is jelen van. Milyen az együttműködés a helyiekkel? Mind a kapuvári, mind a baboti polgárőrséggel elsőosztályú és kiemelt jó kapcsolattal rendelkezünk. Nagyon sokat segítenek ilyen rendezvénybiztosításban, de akár egy szombatesti járőrözésben és közös járőrszolgálat ellátásában, közterületek felügyeletében jelen vannak, úgymond segítőkezet nyújtanak nekünk abban, hogy fenntartsuk a közrendet. Ugye nyáron nagyon sokan dolgoznak a kiskertekben is, épp vagy elől, vagy hátul, de inkább ugye hátra mennek kapálni, öntözni ezt-azt, és gyakran előfordul, hogy vagy mit vagyják ilyenkor a kaput, vagy olyan helyre teszik a kulcsot, amit a besúranó tolvaj megtalál. Így van. Ez sem csak a nyárhoz köthető dolog, de egyébként nyáron ez hangsúlyosabb. Ilyen bűncselekmény sem történt mostanában az illetékességi területünkön, de mindenképpen szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy ha hátra megy a kertbe, területet rendez, szépítgeti a házat valaki otthon, akkor tessék becsukni az utcaajtót, tessék becsukni a lakásajtót, mert előfordulhat az, hogy egy besúranó úgy bemegy a házba, hogy azt nem fogja észrevenni. 2-3 perc elég ahhoz, hogy felkutassa az értékeket és eltulajdonítsa. Esetlegesen órák vagy napok múltán veszi észre a ház lakástulajdonos, hogy valami történt, valami hiányzik. Itt már nehéz a nyomrögzítés, itt már nehéz olyan adatot összeszedni, ami esetleg elkövetőre utalna. Meg hát vigyázzunk itt is értékeinkre, ezt tudom hangsúlyozni ismét, mert sajnos a felderítés nehezebb, mint a megelőzés.
Ugye a másik dolog, hogy mindig változtatják a módszereiket a besurranó tolvajok. Gyakran beszélgettünk róla, legutóbb éppen az unokázás módszeréről beszélgettünk. Ezek a módszerek, van-e akár új dolog, ami felbukkant itt akár a megyénkben, vagy itt országunkban, mire az önök figyelmét is felhívták? Hát egyrészt az unokázás, ugye ez most talán nem annyira gyakori itt a környéken, talán sikerült megakasztani ezt a folyamatot különböző büntetőeljárások lefolytatása útján. Előfordul olyan, hogy különböző mobil szolgáltatók alkalmazottainak, megbízottainak kiadva magát hívja föl idősebb vagy akár fiatalabb ügyfeleit, álügyfeleit, úgymond a telefonáló, és arra hivatkozik, hogy egy nyereményjátékon nyert, bankautomatán keresztül töltsön fel egy mobil feltöltést, és akkor majd kapni fog valamilyen nyereményt. Hát általában, hogyha a mobil szolgáltató valamilyen nyereményjátékot folytat, akkor egyrészt a hivatalos honlapján, meg hivatalos fórumokon azt publikálja, másrészt nem hiszem, hogy telefonon fog felkeresni bennünket, hogy vegyük át a nyereményt, de ennek feltétele van. Általában a nyereménynek nincs feltétele, tehát mindenki gondolja át, amit hallott, próbálja meg a valóság tartalmát önmagába tisztázni, és ha úgy érzi, hogy ez esetleg valahol nem igaz, vagy valahol akár egy átverést, egy megtévesztést sejt emögött a dolog mögött, akkor nyugodtan keressen bennünket, de igaz ez arra is, hogyha idegent lát a faluba, vagy becsöngetnek hozzá akár ilyen indokkal, hogy nyereményjáték, és ő nyert, és valamit tegyen, vagy adjon azért, hogy ezt a nyereményt megkapja, akkor is nyugodtan hívja a rendőrséget, ki fogunk menni, minden ilyen idegent, vagy gyanús szemét le fogunk igazoltatni, meg fogunk nézni. Ugye az unokázás módszerét említettük, azért csak dióhéjból, hogy ez mit jelent, hogy aki nem hallott róla, vagy aki hallott róla, azért erősítsük meg abban, hogy ha ilyen tapasztal, akkor mit tegyen? Ebben az esetben főleg idős személyeket hívtak fel olyan történettel, hogy ő, mint unoka, tehát ennek az idős személynek az unokája, balesetet szenvedett, vagy valamilyen problémája van, ezért készpénzre lenne szüksége, és küldeni fog oda valakit ezért a készpénzért, mert ő momentán nem tud akadályoztatása miatt megjelenni, de nyugodtan tessék odaadni neki a pénzt, mert ő el fogja hozni az úgymond unokának, és akkor kisegítettük a bajból. Hát nem kell idegeneknek pénzt adni. Egyébként gondolom, ha az unoka az, aki a hívó, akkor őt akár vissza is lehet hívni, hogy tényleg ő volt-e az, aki a bajba, problémába került. Ezzel ki tudjuk szűrni azt, hogy valóban történt valami probléma, vagy egy átverés áldozatai lehetnénk, hogyha nem lennénk résen. Ugye másik dolog az volt, hogy különböző árusok is megjelentek, ez még korábban volt, ez is problémát jelentett itt a környékbeli településeken. Tapasztalnak-e hasonlót, ismeretlen személyek becsengetnek, bekopogtatnak, árulnak-e paplant, bármit, amit ilyenkor veszélyforrás lehet, hiszen többen mennek oda, és de talán egy egyedülálló idős személyhez úgy bejutnak ketten, hogy csak ugye az egyiket tudja figyelni, a másik közben megteheti azt, amit akar. Igen, ez is előfordul, és pont vissza is csatolnék arra, amit az előbb mondtam, hogyha idegeneket látnak a környéken, vagy a faluba, vagy akár becsöngetnek, ezt árulok, azt árulok, akkor tessék nyugodtan hívni a rendőrséget, minden esethez oda fogunk menni, mindenképpen megnézzük, kik ezek az egyének, igazoltatásra kerülnek, priorálásra kerülnek, és amennyiben nincs velük probléma, folytathatják az útjukat, ha pedig van, akkor megfelelő eljárás lesz folytatva velük szemben. A másik dolog a közösségi oldalak nem megfelelő használata, ez is elterjedt az elmúlt időszakban, hogy ha elindulunk nagyobb útra, több hetes útra, vagy akár egy hetes útra, akkor azonnal posztoljuk, hogy elindultunk, itt hagytuk a házat, és ezt fotóval is illusztráljuk, ez sajnos nagy problémákat is okozhat. Ez így van, sajnos ez szintén felhívás egy keringőre, több esetben láttam már olyat, kiposztolják több közösségi oldalon is előfordul egyébként, kiteszik azt, hogy én elmegyek ide, oda, amoda nyaralni, több napra, több hétre, nem leszek itthon, na már most, ha ezt nem csak ezeket a közösségi oldalakat nem csak becsületes emberek használják, hanem akár bűnözői körök is hozzáférnek, látják, olvashatják, innentől kezdve akár egy nyitott könyv is lehet az életünk, és felajánlottuk az ingatlanunkat tulajdonképpen egy olyan körnek, akinek egyébként nem szeretnénk. Tehát mindenképpen érdemes arra is odafigyelni, hogy miket posztolunk a közösségi oldalon, ezt milyen módon tesszük. Ráérne azt a nyaralást kiposztolni akkor is, ha már hazajöttünk, és akár jó kis fényképekkel is tudjuk ezt illusztrálni előre, az azért veszélyes. Köszönöm, Lezeres úr! Szívesen!